Szóval, szabályos kifejezésekben, mint említettem, sok eléggé furcsa karakter használható. Az a hat, amit az előbb felsoroltam, arra általában azt lehet mondani, hogy azt minden olyan a Unix-Linux világban előforduló szoftver, amelyik szabályos kifejezést ismer, képes kezelni. Ha úgy tetszik, hívhatjuk egy alapkészletnek. Még a megfogalmazás is az Basic Regular Expression, azaz BRE. Ezt a legtöbb programban valamilyen módon bővítették. Konkrétan minimum háromféle bővítmény ismert. Az egyik, amit úgy hívnak, hogy E, azaz Extended Regular Expression. A másik, azt úgy hívják, hogy PCRE, Perl Compatibilis Regular Expression. Nevét egy Perl nevű programozási nyelvről és az ő végrehajtó programjáról kapta. A harmadiknak nincs neve, az a maradék. Azaz, ami az első ábrán volt, azokat a karaktereket minden esetben fogod tudni használni azzal az értelmezéssel, amit elmondta. Az extended készletben vannak ehhez képest bővítmények. A PCRE készletben még ahhoz képest is sokkal-sokkal több bővítmény. És akkor ehhez képest van az, hogy és a legtöbb szoftver a basic készlethez képest hozzácsapni 2-3-4-5-10 sajátot. Ami mondjuk nem könnyíti meg a használatát, ezt elismerem. Úgyhogy csak úgy az érdekesség kedvéjére földobtam, hogy például az extended bővített készletben én megadhatok olyat, hogy vagy ez a minta, vagy az a minta, vagy az a minta. Harmadik. Mint látható, szimplán zárójelbe kell rakni, és közé függőleges vonalat rakni. Fölhívom a figyelmet ilyen apróságokra. A zárójel nem volt ugyan róla szó az előző alkalmakkal, de a parancsértelmezőnek speciális karakter. Következésképpen, ha használni akarod, akkor backslash, idézőjel, tabulátor, bár. Hanyat tört volna a karakterrel, el kell a shell előtt akarni. A felsorolást, hogy mik azok a minták, amik közül valamelyiket megengedem, függőleges vonallal választom el. Függőleges vonal a shell számára speciális jelentésű karakter, tehát takarni kell. Ha írsz például szóközöket az olvashatóság érdekében, akkor túl az, hogy a szóköz a shell számára speciális karakter, jelzem, az a minta része lesz. Tehát nem biztos, hogy ezt szeretted volna elérni. Tehát bármilyen kínos, azt így kell leírni. Ha ott mondjuk a minta három előtt lenne egy szóköz, akkor bizony a minta az, hogy szóköz és a minta három. Tehát nincs olyan, hogy az olvashatóság. Azaz, írhatsz ilyen vagy jellegű konstrukciókat ebben a bizonyos bővített készletben, de gyakorlatilag azt úgy kell csinálni, hogy apostróf, leírod, apostróf bezárod. Ebben az esetben tud biztosítani, legalább a parancsértelmező ne kezdje el feldolgozni, átalakítani azt, amit te leírtál. Na most, hasonlóan a csillaghoz, ami ugye azt mondja, hogy az előtte állónak ilyen vagy olyan vagy amolyan 0, 1, 2, N többszöröse. Ehhez nagyon hasonlóan lehet olyan mintát írni, amiben azt mondom, hogy vagy van ott az az izé, vagy nincs. De ha van, akkor csak egyszer fogadom el. Erre jó a kérdőjel. Illetve mondhatom, hogy mindenképpen lenni kell annak a valaminek, de lehet többször is. Erre jó a plusz. Speciál a plusz az, amire azt lehet mondani, viszonylag könnyedén leírható az előző készletből lévén. Azt, hogy A plusz, azt leírom úgy, hogy A csillag. Ugye az első A deklaráltan lennie kell, a mögötte álló nulla vagy többszöri A, az meg nulla vagy többszöri előfordulás. Még ugye az A plusz azt mondja, hogy egy darab vagy több A. Hát ez ugye pont ugyanaz. Na most, nem írtam már ide, mert végképp nem akarom elborzasztani a társaságon, de akit érdekel, olyat is lehet csinálni, hogy kapcsolsz zárójelek közé két veszővel elválasztott szám. Tehát kapcsolsz zárójel 5 vesző 8,
Ez azt mondja, hogy az előtte álló, ugyanúgy, mint a plusz a kérdőjel a csillag, az általam megadott darabszám tartományon belül. Tehát az 5 vesző 8 azt jelenti, hogy legalább 5, de maximum 8 példánya lehet. Na most ez is olyan, hogy van néhány nem túl gyakran előforduló helyzet, amikor az kifejezetten jól jön, hogy ilyen petúció. No, szóval, van az alapkészlet, ha javasolhatám, azt mindenképpen próbál megtanulni. Aztán ahhoz képest, hogy most a bővített készletet megtanulod, a P, C, R, E nevű, a Perlben bevezetett extra, és mondhatom extrém készletet megtanulod-e, vagy képes vagy-e megtanulni, hogy a különböző regexpert használó szoftverek miben többek, mint az alapkészlet, az már nyilvánvaló módon azon múlik, hogy hányszor fogod ezt alkalmazni, és mennyire érzed szükségesnek, hogy megtanuljad. Én általában ugye azt szoktam mondani, ha nem megy, olvasd el a kézikönyvet. Man! Általában benne van, hogy kezeli a regexpeket, tipikusan RE rövidítéssel, általában szerepel benne, hogy a basic készletet, az extended készletet, vagy a Perl-féle készletet, illetve tipikusan a basic mellett szokott szerepelni, hogy na most akkor BR-et kezel, plusz van azt, hogy. És innentől kezdve a dolog kezelhet. Egyetlen egy dolog viszont, bármilyen kínos, nem szerepel semmit, semmit viszont nagyon hiányzik. Ez egy hiba, én követtem el, kínos, milyen szerencsőről most eszembe jutott. Mi van akkor, ha te konkrétan mondjuk egy cirkumflexet keresel? Ha megadod azt a mintát, hogy cirkumflex, akkor mivel ő a minta első karaktere, a rendszer úgy fogja értelmezni, hogy te itt a sor elején keresel valamit, mivel nem adsz meg mögötte mintát, azt fogja mondani, hogy keresed tulajdonképp minden sornak az elejét. És ilyen értelemben ugye mindent meg fog találni. Ekkor jön a következő. Rakjuk szögletes zárójelbe. Tehát lerakod szögletes zárójel, cirkumflex bezárva. Hát ez egy kicsit zűrösebb, mert ezt legalább egyértelműen nem lehet dekódolni. Ugye a problémát okoz, hogy ő a szögletes zárójelben belül első karakter, amit megadtál. Tehát ugye negálásnak kéne érteni, hátul ütője, hogy mivel nem adott semmi, ezért sajnos megvalósítástól függően lehet, hogy hibát kapsz, lehet, hogy valahogy értelmezi. De tovább megyek, mi van, ha te konkrétan pontot szeretnél keresni? Mi van, ha dollár jelen? Ha bármelyik korábban felsorolt speciális karaktert. Magyarul, ami kimarad, az az, hogy hogyan tudom megmondani egy szabályos kifejezésben, hogyha valami, aminek egyébként lenne értelme, annak mégsem legyen értelme. Rá lehet jönni a korábbiak alapján. A backslash. Azaz, egy kicsit nehezít. A parancsértelmezőben lehet apostrófot, idézőjelet és backslash-t is használni. És igazából helyzet függő, hogy melyiket jó, vagy melyiket érdemes használni. Ugyebár például a változó helyettesítésnél az apostróf egyszerűen nem jó. Az idézőjel lehet jó. A backslash megint nem jó. De az, hogyha én nem akarom, hogy változó helyettesítés történjen, akkor ezt ugye a legegyszerűbb apostróffal leírni. De ilyen erővel mondhatom azt, hogy még annál is egyszerűbb backslash-sel írni. De tulajdonképp idézőjelen is írhatom, csak akkor úgy kell, hogy idézőjelen belül van egy backslash, és úgy van a dollárja. Szóval a Shell-nél ugye ez probléma. A regexpectnél ezt a problémát megoldották. Egy darab olyan karakter van, ami a speciális funkció megszüntetésére szolgál, ez a hanyattört vonal. És itt jön az a kínos helyzet, hogy na de ugye a hanyattört vonal a Shell-nek is jelent valamit. Következésképpen vagy úgy írod, hogy apostróf, és valahova leírod azt a szerencsétlen hanyattört vonalat, és bezárod az apostrófot. Ez ugye azért jó, mert a Shell elől eltakart. Vagy úgy írod, hogy backslash, backslash, mert ugye ebben az esetben a Shell-lel, az első backslash-sel
eltünteted a másodiknak a speciális jelentését, tehát megkapja az alkalmazás, aki majd értelmezi a backslash-t olyan módon, ahogy neki jól esik. Meg persze írhatod idézőjelbe is, ha tudod, hogy hogy működik idézőjelen belül a backslash. Három backslash-sel a backslash-t keresek? Három backslash-sel azt fogod mondani, hogy keresek egy backslash-t, és utána a shell azt mondja, hogy a harmadik backslash-nek mi a folytatása. Nem fogod szeretni, ugyanis ő az valószínűleg a mögötte leírt entert takarja el, az pedig azt jelenti a shell-nek, hogy bocs, nem fejezted be az utasítást, úgynevezett folytató sor jön. Tehát kicsit vicces lesz a dolog. Mondjuk őszintén szóval tényleg érdemes vele játszadozni egy darabig, hogy na most, ha leírom, akkor mi történik, miért az történik. Sajnos hátulütő, hogy például az EQ önmaga is értelmezi a backslash-t, úgyhogy kicsit nehéz ezeket úgy jól kipróbálni. De természetszerűleg a kérdés teljesen jól utal arra, hogy elég sokat össze lehet kuszálni, és elég sokan bele tudnak szólni abba, hogy mi történik. A lényeg tehát, ha te backslash-t akarsz keresni, akkor azt hogy kell megadnod? Backslash arra szolgál, hogy a shell maga ne tekintse speciálisnak magát a következő backslash. Ha ezt így átadod, akkor a regexben lesz egy backslash. A kérdés tulajdonképpen a következő. Mit szól a regex ahhoz, hogy na de a backslash az a mögötte levő karakter speciális jelentését szünteti meg, te meg nem adtál meg mögötte speciális karaktert, mert hogy semmit nem adtál meg, ezért aztán én személy szerint négy darab backslash-t írnék le, mert az első két backslash arra szolgál, hogy kapjon egy backslash-t, a második két backslash is arra szolgál, hogy kapjon egy backslash-t, az applikáció ezek után kap két darab backslash-t, amiből ugye az első arra szolgál, hogy na, a mögöttem a backslash-nek nincs speciális jelentés. Ami, lássuk be, minden, de nem szép. És természetesen külön bonyolítja az életet, hogy ilyen regex feldolgozó eszközből, finoman szólva, minden komolyabb programozó írt már életében, amikor megtanult, hogy van ilyen, hogy regex. Ezért aztán az értelmezésével lehetnek problémák. Azaz lehet, hogy tényleg kettő darab backslash pont ugyanúgy elég lenne arra, hogy egy backslash-t keresse, mint négyet írni. A négynek mondom, annyi az előnye, hogy az egyértelműen és szabályosan jó. Az más kérdés, hogy szerintem kicsit jobban áttekinthető, ha azt mondom, hogy parancsor, tehát apostrófok közé teszem, és csak két darab backslash kell. Nyilván, ha nincs apostróf, akkor én négyet írnék. Szóval oda lehet már adni az asszonynak, hogy kössön belőle valami asztalterítőt, mert eléggé áttekinthetetlenné válik a dolog. Szóval, szabályos kifejezéseknek tehát van egy teljesen egyértelmű, mindenki által használt készlete, azt jegyezzétek meg. Vannak mindenféle bővítmények, amikkel eléggé vicces dolgokat meg lehet csinálni. Na most, és akkor, hogy a dolognak valami értelme is legyen, szabályos kifejezések úgy működnek, hogy nem maguktól lógnak a levegőben, hanem valamilyen alkalmazások használják valamire. Talán a leggyakrabban használt alkalmazás ez a grepnek nevezett eszköz. Ez a globálisan regular expression-t keresek, majd ha megtaláltam, akkor print, egyébként VI utasításból kapta a nevét, és a lényege, a paraméterként megadott fájloknak vizsgálja az egyes sorait, és ha talál olyan sort, ami a mintára illeszkedik, akkor az a sort kiírja. Tehát egy szimpla szövegkereső. Abban az értelemben nem szimpla, hogy nem csak egy tetszőleges alma jellegű fix konstans szöveget képes keresni, hanem ugye mintával adom meg, hogy mit keresse. Na, mint az látható a kivetített szövegen, háromféle grep van elterjedten használatban. Félrejtésnehesség, vannak még mindenféle alternatívák ezen túlmenően is, de ez a három az, ami gyakorlatilag mindent elérhető. Régebben az volt a jellemző, hogy azt mondtuk, hogy az F-grep parancs az, meg a grep parancs, meg az E-grep parancs ez a három.
ma a pozik szabvány előírásának megfelelően úgy illik mondani, hogy van egy darab grep, aminek három különböző működése van, grep minusz nagy F, vagy grep minusz nagy E opciókkal. Kérhetek két alternatív működést, és mint ugye jelzem is, a F-grep és a grep minusz nagy E, az E-grep és a grep minusz nagy E az ugyanaz ma már. A lényeg a következő. Az F-grep neve egyébként a fix grepből jön, azt jelenti, hogy ő nem használ mintát. Tehát amit leírok, ő nem regexnek fogja tekinteni, hanem fix, keresendő, konstans szövegnek. Én általában azt szoktam mondani, hogy ha valaki elkezdi használni a grep családot, de a regexekkel még nem teljesen van tisztában, vagy egyáltalán nincs tisztában. Csak tud arról, hogy a grepnek van egy ilyen fixa ideája, hogy mindenféle firlefáncot megpróbál másképp értelmezni, mint azt józan ember tenni. Ebben az esetben használd az F-grepet, mert ekkor, amit leírsz, az lesz a keresett szöveg. Teljesen mindegy, hogy milyen speciális karakterek vannak benne. Ez utóbbi félmondat nem 100%-ig igaz, man-grep, és abban megtalálod a precízebb megfogalmazását, de nagyjából azt lehet mondani, hogy bármilyen mintát megadhatsz, az nem minta. Az E-grep nyilván akkor érdekes, hogyha te tudod, hogy bővített készletben mik vannak, a grep pedig ugye az, amely az előbb felsorolt úgymond basic készletet tudja, nüansznyi bővítménnyel egyébként, mert a grep is többet tud annál a basicnél. És még egyszer, mit csinálnak? Normál körülmények között általában két paramétert adok meg. Egy, a keresendő minta, kettő, hogy hol keresem. Tehát legalább egy file nevet adok meg, hogy ennek a file-nak a sorait kell végignézni, és meg a megfelelő mintákat ki. Ra illeszkedő sorokat kiadni. Ugyanezt csinálja az F-grep, az E-grep, mondom az értelmezést, amit érnek el. Természetesen, ha mondjuk az E-grep formát használom, akkor ugye ott volt arról szó, hogy zárójellel függőleges vonallal akár több mintát is meg lehet adni. Természetesen akkor paralel több mintát fog keresni, ezzel igazából semmi probléma nincs. Na most, a grep család jellemzője, hogy hát mivel ugye, mint említettem, eredetileg ugyan külön parancsok, ma általában a grepnek különböző nevű reinkarnációi képezik, persze ugyanazokat az opciókat használják. Például egy viszonylag kényelmes funkció, hogy a minusz i ignore case opció arra szólítja fel a keresést, hogy a kis és nagy betűt nem kell megkülönböztetni. Tehát nem kell szórakozni, hogy most szögletes zárójel, kis a nagy a bezárva, szögletes zárójel, kis a nagy a bezárva. Szóval nem, csak annyit kell mondani, hogy grep minusz i, vagy e grep minusz i, vagy f grep minusz i. Ez ugye főleg az f grepnél érdekes, ahol nem is tudnád megadni másképp, mert ugye nem ismer mintát, tehát nem tudsz ilyet, vagy kicsi, vagy nagy jellemű dolgot megmondani. Vagy a mínusz V, ami szintén negálás. Csak éppen azt mondja, hogy megkeressük a mintára illeszkedő sorokat. És ha egy adott sort megtaláltunk, akkor ugye a normál grep viselkedés azt mondja, hogy kiírjuk a sort. És nyilván, ha valahol nem találom, akkor azt nem írom ki. Ez a mínusz V opció, azt megfordítja. Ha találok a mintára illeszkedést, akkor az adott sort nem írjuk ki, míg ha nem találok, például ha többet adtam meg, akkor ugye semmelyiket sem találom meg, akkor írjuk ki magát a sort. Azaz eleve például negálni immár kétféleképpen lehet, de a kettő nem ugyanaz. Nyilván nem ugyanaz, hogy egy karakter halmazt negálok, vagy azt mondom, hogy ha amit megadtam, nincsen benne a sorban, akkor akarom kiírni. Végül, mint említettem, ugye nagyon sok opciója van, de a gyakoribbak közé tartozik a mínusz E, ami azért jó, mert az F-grepnél és a grepnél, tehát ugye nincs minta, illetve csak az alapkészlet a minta, ezzel lehet megmondani azt, hogy egyszerre több dolgot akarok keresni. Ezt egyébként ugye E-grepnél is lehet használni, csak ott ugye lehet másképp is. Azaz, grep, mínusz E, egyik minta, mínusz E, másik minta, mínusz E, harmadik minta. Illetve, mivel gyakran ezt is használják,
Olyankor jó a mínusz E, ha amit kerestetsz, az maga úgy néz ki, mintha opció lenne. Keressük azokat a sorokat, amiben valahol van az, hogy mínusz I. Ezt ugye úgy írnád le, hogy grep, mínusz I, fine név. Probléma, a grep a mínusz I nem keresendő szövegnek, hanem opciónak fogja tekinteni, és azt mondja, hogy tehát akkor kis-nagy betű érzéketlen módon keresek. Mit keresek? Azt a mintát, hogy fine name. És hol keresem? Na de nincs több paraméter. Fine name paraméter hiány a szoftverek jelentős többsége a standard inputon érkező adatokat kezdi feldolgozni. Eredménye? Ezt a kínos helyzetet tovább fokozza az, hogy ilyenkor a grep úgy gondolja, hogy te itt most majd a billentyűzeten begépeled a különböző sorokat, és mindenféle prompt nélkül áll és vár. Te meg ugye nyomogatod az entert, hogy mikor lesz már végre vége, ő meg ugye nem csinál semmit, mert hát az üres sorban, mit ad Isten, nincsen mínusz I. Akkor esetleg megpróbálsz begépelni egy másik parancsot, szerencsém van, akkor van benne mínusz I. Ettől ugye a grep boldogan kívja még egyszer azt a sort, és eltart egy darabig, mire felfogod, hogy mi történik. Azaz, tipikusan ilyen esetekben szokták elsősorban használni, grep, mínusz E, mínusz I, fine name, mert ugye ebben az esetben a mínusz E követő paraméter az már a minta. Az, hogy jelenleg csak egy mintát adtam meg, hát Isten, ez van. Adhatnék többet, több mínusz E opcióval. Nyilvánvaló módon a mínusz E-t ugyanígy lehet keresni, grep, mínusz E, mínusz E. Szóval ezekre az apróságokra oda kell figyelni, de egyébként viszonylag jól használhatunk. Na most végül, hogy az utolsó, a gyakrabban használt opciók közül megteheted azt is, főleg bonyolult minták esetén szokták javasolni, hogy ne a parancsorba akard beírni ezt a mintát, mert meg fogsz bolondulni attól, hogy még a shell is belepofázik. Nem, tedd be egy file-ba, abban az esetben a mintát ugye csak maga a grep értelmezi, tehát a shell-lel konkrétan nem kell szórakozni. És akkor a file úgy néz ki, hogy egy minta, másik minta, harmadik minta, különböző sorokban leírod, és akkor ahány sor van a file-ban, ő annyi mintát fog párhuzamosan keresni, és még egyszer mondom, a shell parancs értelmező nem zavar be abban, hogy most mit Isten írtál. No! Hát itt a látható módon itt ilyen gyümölcsmániával, itt van pár példa ezekre az előzőekre, úgy gondolom nem túl bonyolult, főleg mert nagyjából ugyanezeket a példákat ragoztuk. Tehát a file nevű file tartalma látszik a bal oldalon, alva Balázs Dió Eper körte valami Szilva. Oké, elsőre mit keresünk? Azokat a sorokat, amelyben valahol, bárhol, oké. Köszönöm szépen, akartam mondani, hogy egyes mindenkinek. Tehát, valaki hál' Istennek megmentette, átmentetett mindannyian. Szóval vagy kis A, vagy kis B. Egyébként lehet mind a kettő is benne, neki ez tök mindegy. Lényegtelen. Mint mondtam, gyakorlatilag párhuzamosan fogja őket keresni, amelyiket előbb megtalálja, az neki jön. Na most akkor ugye az A szóban van. A D banán sorban. Melyiket találja meg? A B-t. A B-t. Igen. Dió? Nem nyert. Eper? Nem nyert. Körte? Narancs? Szilva. Jó. Alma, banán, narancs, szilva. Ja, a mellé írtam, úgy azért még könnyebb. Jó. Ugyanez Pepitában, csak mint látható F-grep parancsot használtam. És valami elég furcsát írtam mögé, oda tettem egy dollárjelet, meg mellé írtam egy keresztet, és azt, hogy nincs kimenet. Magyarul, ha az adott fájtartalommal ezt a keresést elindítanám, akkor ennek bizony az a kínos következménye, hogy egyetlen egy sor kimenet nem lenne, hanem gyakorlatilag azon nyomban megkapnám a promptot. Én kihasználtam azt, hogy a parancs értelmező a kereszt karaktert megjegyzésnek tekinti, tehát jellemzően így lehet, hát elsősorban a parancsfájlokban is kevésbé interaktívan, de akár megjegyzést is bevinni egy szövegben.
Szóval, miért van az, hogy én azt állítom, hogy az fgrep parancs ezzel az adott mintával a fájlból semmilyen sort nem fog megtalálni? Picit hangosabban, egész jó volt, csak... Mert az fgrep ugyebár nem a regexpert, hanem az általam megadott szöveget fix constant stringként keresi, tehát ő azt a négy karakter hosszú szöveget keresi, fegletes zárójel, A, B, bezárva. Már pedig szögletes zárójel ugye egyik sorban sincsen, ezért aztán ugye nem igazán fogja tudni megtalálni. Jó, egrep, mit írtam oda? Ugye az a tény, hogy zárójelbe raktam és függőleges vonallal választottam el, ez azt jelezményezi, hogy ő két különböző mintát is keres, párhuzamosan. Az egyik minta az, hogy cirkumflex szögletezere AB, a másik minta pedig az, hogy E dollár. Fordítsuk le, mit jelent az első? Sor elején vagy A vagy B, kis A vagy kis B, így van. A másik pedig sor végén kis E. Na most, hát ugye az alma jó, a banán jó, a dió az még mindig nem jó. Az eper az egy nagy átverés, mert ugye annak az elején van E, de a végén nincs. Ellenben a körte az jó, a narancs megint nem jó, a szilva megint nem jó. Na jó, ha emlékeim nem csalnak, erről nem írtam meg, úgyhogy akkor itt most egy utolsó kérdés, ami nem szerepel. Következésképpen egyrészt vizuálisan fel kell fognod, hogy mit mondok, másrészt ugye nincs megadva a választ, kell találnod. Szóval, vegyük a legelső példát, azt az F-grepet, és összesen annyit változtatok, hogy elhagyom belőle az apostrófot. Érdeklődéssel várom, hogy ki tudja megmondani részletesen, hogy mi történik attól, hogy elhagyom a parancsorból az apostrófot. Nyilván mind a kettőt. Persze. Nagyon jó. Tehát, ugye mivel nincs apostróf, a shell neki megy és feldolgozza, nagyon precízon a megfogalmazást. Tehát, van abban az utasítás sorban apostróf nélkül egy olyan konstrukció, ami a shell számára is értelmezhető. Nyilván a kérdés az, hogy mi történik. Mit jelent a shell számára az, hogy szögletes zárójel AB bezárva? Helyettesítő karakter. Hogy mondtad? Mondd precízen, mert így nem vagyok egyértelműen biztos, hogy jót mondasz. Vagy kis A, vagy kis B nevű fájl. Tehát, értelmezzük, ami ide van írva, ha nincs, bocsánat, ami nincs ide írva. Ha itt nincs apostróf, tehát a shell látja a szögletes zárójelet, akkor ő azt ugye, mint fájlnév helyettesítő fogja értelmezni. Következő lépés. Megvizsgálja, hogy van-e az aktuális könyvtárban vagy kis A, vagy kis B nevű fájl. Lehetséges a válaszok. Nincs egyetlen egy darab sem. Ebben az esetben, ezt egyébként emlékeim szerint mondtam, de ha nem, akkor most mondom, a shell beállításától függően vagy egy hiba üzenetet kapsz, vagy elnézést, nem találok illeszkedő fájlnevet. Ez valamilyen értelemben jó, csak a hiba üzenetből nem biztos, hogy rájössz, hogy mi a probléma. De ekkor el sem indul a keresés. Vagy a shell beállításának függvényében vállat von, odaadja az általa fel nem dolgozható stringet az applikációnak. Tehát az fgrep megkapja azt, hogy szögletezze AB szögletezzárójel, és keresi ugyanazt a mintát, mint ha apostrofok, ugyanazt a szöveget, mint ha apostrofok lennének. Ebben az esetben tehát van, hogy hibát kapok, meg van, hogy megkapom pontosan ugyanazt a viselkedést, mint ha apostrofok. Abban az esetben, hogyha az aktuális könyvtárban van egy darab ilyen fájl, ugye ez a másik lehetőség, vagy egy kis A nevű fájl, vagy egy kis B nevű fájl, akkor a shell elvégzi a helyettesítést, tehát előáll az az utasítás, hogy fgrep A fájl.
ami lássuk be, eléggé eltér az előző kereséstől. Mert ugye gyönyörűen megfogja az almát, a banánt, a narancsot, meg a szilvát is találni. Ha ugye B nevű fájlunk van, akkor ugye fgrab B fog belőle előállni. Tehát megtalálja a banánt, és nem talál meg semmi egyebet. Így már egy harmadik eltérő viselkedés. De az igazán gyönyörű az az, amikor mind a két fájlnév létezik. Ugyebár a shell helyettesítés, akkor mi történik? ABC rendbe rendezi a fájlneveket, és berakja a parancsolba. Tehát eljáll az a parancsol, hogy fgrep A, szóköz B, szóköz file. Eredménye, az A lesz a keresendő minta, bocsánat, szöveg, nem minta, de két fájlban fog keresni, a B-ben, ami létezik, mert ugye ezért tudta a shell helyettesíteni, és gőzünk nincs róla, hogy mi van benne. Meg a fájlban, amiben persze megint nem azt a mintát keresi, amit én megadtam, vagy amit meg szerettem volna adni, hanem azt a mintát, hogy A. Azaz, kicsit nehéz újra és újra elismételni, de erőteljesen javasolt hozzászokni, hogy a regex használó környezetben ezeknél az eszközöknél az ember kiteszi az elejére az apostrofot, meg kiteszi a végére az apostrofot. Ebben az esetben legalább többé-kevésbé biztos lehet abban, az történik, amit gondol. Na jó, akkor szerintem itt az ideje, mindjárt megnézem, egy délelőtti szünetnek, 10:36, úgyhogy itt folytatjuk.